Egy történelmi pillanatnak vagyunk tanúi most, jelen pillanatban itt a Közösségi Házban Csoros-Pároson, ugyanis még soha nem történt olyan, hogy nálunk a megyei vagy a vármegyei közgyűlés ülést tartott volna. Csoros-Pároson tartotta legutóbbi ülését a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés. A Csólyos puszta és Pálos puszta 1945-ben történt egyesítésével csaknem 80 éve létrejött falut Áfúrus János polgármester mutatta be a képviselőknek. Mint elmondta, a faluban az egészségügyi alapellátástól a bölcsödén, óvodán, iskolán keresztül a gazdaboltig és a sportcentrumig minden megtalálható, ami élhetővé tesz egy települést. Érdekességként kiemelte, hogy minden évben megrendezik a Csólyos-Pálos foci rangadót, ahol a két település rész válogatottjai mérkőznek meg egymással. Pálosi oldalon lakom, ez azt jelenti, hogy én Pálosnak kellene, hogy szurkoljak, de mivel ilyen sajátos helyzetben vagyok, így ezt nem tehetem meg, ezért aztán én, nekem mindegy, hogy melyik oldal nyer, csak az a lényeg, hogy jól meg legyen szervezve ez a találkozó. Egyébként most kettő kupa sikerrel vezet Csólyos, ami miatt nyilván az én mosolyom nem igazán őszinte. A bemutatkozást követően a közgyűlés elfogadta többek között Bács-Kiskun vármegye önkormányzatának ciklusbeszámolóját, valamint a Bács-Kiskun vármegyei értéktár bizottság elmúlt 5 éves tevékenységéről szóló beszámolót. Megköszönöm a csapatnak a munkáját, aprólékos, rendszeres tevékenységet végeztek, és 334 nemzeti értékünk szerepel a vármegyei listán, azért ez egy gyönyörű szám. A többi megyével összehasonlítva is. A közgyűlés előtt számolt be a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság 2023-as munkájáról dr. Gulyás Zsolt dandártábornok. Igyekeztünk egy másfajta szemléletet is hozni. Az első sorban arról szólt, hogy legyen a rendőrség látható, elérhető, a lakosság találkozzon a rendőrökkel, ne rendőrautókat lásson az utcán. Nagyobb figyelmet fordítottunk a külterületen élőkre. Én zéró toleranciát hirdettem kettő dologba, ez pedig a kábítószer és pszichoaktív anyagok, a másik pedig az ittosan okozott baleseteknek a kérdése. Azt tűztük ki célul, hogy végre szorítsuk 10% alá az ittosan okozott balesetek arányát. A rendőrfőkapitány elmondta, illetékességi területükön 2022-höz képest tavaly 6,6%-kal több, összesen több mint 9000 bűncselekmény ügyében nyomoztak. Nyomozási eredményességük pedig csaknem 4%-kal javult. A bűncselekmények számának emelkedése mögött leginkább az áll, hogy az online térben 2023-ban 25%-kal több csalást követtek el. Ezek felderítése sokszor azért nehéz, mert a sértettek későn jelentik be a bűncselekmény elkövetését. Van, amikor 2-3 napot csúsznak a sértettek azzal, hogy bejelentést tegyenek, és itt nem napok okoznak problémát, hanem órák. Tehát, hogyha órákon belül nem tudunk a pénz után nyúlni, nem tudjuk zárolni a számlát, akkor ezek a pénzek hamarosan nagyon messze vannak. Megdöbbentő adat, hogy 2023-ban az összes bűncselekmény csaknem 10%-át nem más tette ki, mint az ittas járművezetés. Jó hír ugyanakkor, hogy az ittas állapotban okozott balesetek arányát sikerült jelentősen visszaszorítani. Az ittasan okozott bűncselekmények arányát, az ittasan okozott balesetek arányát ebben a vármegyében még soha nem sikerült 10% alá szorítani, ezt 2023-ban 7,3% és ha valahol le tudom kopogni, akkor ebben az évben 5,4%-nál tartunk. A rendőrfőkapitány azt is kiemelte, hogy az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma is csökkent tavaly, több mint 4%-kal. A közgyűlést követően Rideg László átadta a Bács-Kiskun vármegye Bora 2024 borverseny győzteseinek járó elismeréseket, majd a közgyűlés elnöke és a vendéglátó település polgármestere a szokásoknak megfelelően elültettek egy fát a Csólyos-Pálosi Közösségi Ház udvarán.